akadályozás nélkül tudnak lőni, és bizony ez bemehetett volna. A 13. percben Karsai ível beszögletett. Vidács fejjel, és gól! Már is 1-0 Magyarország javára. A figyelmeztető jel ellenére tehát jó a kezdet, de a 27. percben a hideg zuhany. Hickersberger vezeti a labdát, átível, Rédl egyedül lő, és a labda Rothermann lábai között vágódik a hálóba. 1-1. Két gól és más semmi. Pontosabban néhány kihagyott helyzet. Fazekas a kapusba lő, még mindig óriási helyzet. Üres a kapu, Karsai előtt a labda, de fölé küldi.